Hát betekintésre megmutatták nekünk az Egressy út 102, 104 és 106-os ingatlan értékbecslését. Mivel eléggé elhúzódott az idő, ezért a másik kettőre most nem tartottam igényt, hogy megnézzük. De mivel aláírattak velem egy titoktartási nyilatkozatot, ezért igazából semmit nem mondhatok. Lehet, hogy ez egy ilyen elég faramuci helyzet, de hát ez van. Miért akart belenézni ezekbe az iratokba? Hát azért szerettem volna belenézni, mert 2018-ban is, meg hát már elég régóta értékesítik ezeket az ingatlanokat, és én úgy gondoltam, hogy 2018-hoz képest nagyságrendileg 15%-os értékcsökkenés, az nekem nem tetszett. 2018 óta nem csökkentek az árak. Tehát 2018-hoz képest biztos, ott 834 millió volt körülbelül, most meg 709 millió. Tehát akkor is 825, 834, most meg 709 és 703. Tehát ugye ez szerintem nonsense. 2018-ban is két értékbecslő mérte föl ezt az ingatlant, azok az értékbecslések teljes terjedelmükben elérhetőek, érdekes módon akkor még a szerzői oltalom nem védte őket, de mint mondták, ezek szerint ez valami újabb szabályozás. És én ugye megnéztem azt az értékbecslést is, és hát megdöbbenve láttam, hogy ez most 709 millió. Tehát én nem gondolom, hogy 2018 óta csökkent volna az értéke az ingatlannak.